A mostani műsorban egy olyan jelenséget fogunk körüljárni, amit a sajtóban csak úgy neveznek a kiábrándult fideszesek. Előtte azonban betünk egy pillantást a gazdaság általános állapotára, és arra is fogunk beszélgetni, hogy a jelenlegi nézségek hogyan befolyásolhatják a június 9-i választásokat. A műsor vendégei Kovalcsik Tamás, a választási földraj szakértője, valamint Brückner Gergely, a Telex újságírója és a téma műsorvezetője. Mielőtt megnéznétek a velük készült beszélgetést, iratkozzatok fel a csatornánkra. Egy egészen friss pénteki hír, hogy újra elkezdett nőni az infláció több mint egy év után. Ez mennyire váratlan? Egyáltalán nem váratlan, tehát minden elemző trendfordulóra számított. Ugye ez a 3,6 ami a múlt hónapban volt, ez egy mélypontnak tűnt. A felőtt már vita van, hogy mondjuk év végére 4, 5, esetleg 6 ra is nőhet az infláció. Ugye ez egyáltalán nem egy magas mérték, ez a 3,7 Inkább az a probléma, hogy az egy évvel ezelőtt, amikor 20-25%-os inflációk is voltak, hát ezek ugye nem csökkentek, hanem ezek beépültek már az árakba. Most, ahogy már elkezdett nőni az embereknek újra a reál bére, tehát jobban nő a bér, mint az infláció, azért ez majd segíti a megélhetést. Mindenképpen számítani lehetett arra, hogy ez változik. Itt a legfontosabb hatás egyébként a bázis. Tehát mivel egy évvel korábban még nagyon intenzív volt az infláció, most úgy tűnik, hogy ha nő is az ár, még egy utolsó adatot hadd mondjak, tehát az előző hónapról képest a mostani hónapra 0,7%-kal nőttek az árak. Ez egy magas szint, de csak 0,1%-kal nőtt az infláció, mert tavaly is így nőttek az árak. Mit lehet tudni arról, hogy mi azok annak, hogy most ez a trendforduló megtörtént, hogy mi, mik azok a jelenségek röviden, amik felfele húzzák most megint? Az egyik ez az említett reálbérnövekedés, tehát ugye volt egy nagyon nehéz évünk tavaly, magas infláció, amit nem követtek a bérek, az emberek reagáltak ezt a fogyasztásban, például egyébként a forgalmi adó bevételekben a költségvetés is megérezte, egyszerűen nem tudtak annyit vásárolni az emberek, meg kellett húzni a nadrág szíjat, kevesebb benzint, élelmiszert vásároltunk, és most, ahogy valami elindult, tehát megint ugye az egy 15%-os béremelés, ennél az inflációnál már azt jelenti, hogy többet tudnak költeni az emberek, hát ugye ez megint egyfajta keresletet jelent, itt, ha sokan akarnak venni, a kínálat nem feltétlenül reagál olyan gyorsan, akkor általában árat tudnak emelni a kereskedők, és hát azért van sok olyan faktor, ami miatt gyakorlatilag úgy is nőhetnek az árak, például ez az említett bázishatás, hogy akár nem is emelt annyira a kereskedő, de mégis azt érezzük, hogy, hogy megint. Tehát én azt gondolom, hogy annak ellenére, hogy nem annyira magasak az energiárak, hála Istennek, mert ugye ez egy importáló országnak, mint Magyarország nagyon fontos, már nem emelkednek annyira az élelmiszerárak, de a szolgáltatások eléggé emelkednek, most éri utol a szolgáltató szektor a korábbi áremeléseket, úgyhogy azért azt gondolom, hogy ez a 4-5 a következő hónapokban ez reális érték lesz. Maradnék még a gazdaságnál, néhány nappal ezelőtt szinte egyszerre jelent meg két hír. Navracsis Tibor arról beszélt, hogy 2030-ra az EU legélhetőbb tagállamé között lehet Magyarország, illetve néhány órával később jelent meg az is, hogy 2023-ban először történt meg az, hogy jobban kerestek az emberek Romániában, mint Magyarországon. Tehát ebből a kettőből, hogyha ezeket összeolvasom, akkor úgy tűnik, mintha ez a két, két, információ az így széttartana inkább, mint hogy közeledne egymáshoz. Ti hogyan értékelik ezeket? Mindenképpen széttart, és az élhetőség, mint, mint olyan fogalom, az egy, az egy kicsit megfoghatatlan. Gondolom a kormányzat, mint oly sokszor, most is az egyfőre GDP-nek a növekedésére gondol, mivel az eléggé dinamikusan növekedett a, a, akár az Európai Unióban lévő többi, tagországhoz képest is, hiszen mondjuk egy sokkal fejlettebb német gazdaság sokkal kevésbé növekszik, mint míg mondjuk egy magyar, vagy egy lengyel, vagy egy román gazdaságnak sokkal magasabb növekedést kell elérnie ahhoz, hogy a konvergencia létrejöjjön, és ez valóban így is történt, tehát az elmúlt évtizedekben az egyfőre első vásárlóerő paritáson mért GDP dinamikusan növekedett, és, és közeledett az Európai Uniós átlaghoz, viszont ez ez részben a budapesti értékeknek, a budapesti értékek javulásának köszönhető, nem pedig például az ország többi részének a, a növekedésére. Ráadásul ugye a GDP az, az, ugye a kibocsátás, a gazdaság kibocsátást méri, ami ami egyrészt megoszlik tőkejövedelemre, másrészt pedig munkajövedelemre, és egyéb másra is, de ez a két fő típus és például Magyarországon nem is annyira magas például a munkajövedelemnek a, az aránya a GDP részesedéséből, amiből fakad az, hogy, hogy például Magyarország még mindig az alacsonyabb keresetű országokhoz tartozik. De bocsánat, akkor az, hogy a, amit mondjuk a Navracsics mond, hogy 2030-ra a legélhetőbb tagállamai között lehet Magyarország az Uniónak, az egy reális, vagy egyáltalán az egy megfogható gondolat, vagy ígéret, vagy ez inkább csak egy, egy hangzó politikai szlogán? Szerintem ez egy nem igazán jól megfogható, de akár valós kifejezés is lehet. Egyszer egy amerikai diplomatával beszélgettem, és ő mondta nekem azt itt Budapesten, hogy számára ez az ideális munkahely, Ugye nagyon élhető, jó éttermek vannak, jó kulturális élet, ez elérhető, gyönyörű a város, nem tudom, szimpatikus az emberek, és a munkája sem unalmas, mert nem egy olyan unalmas ország, mint nem tudom Norvégia, aki mindenben egyetért mondjuk a nyugati értékekkel, hanem állandóan izgalmas feladatai vannak. Na, ez az utolsó faktor, ez nekünk nem feltétlenül öröm, mint ugye itt élő állampolgárok de az biztos, hogy az élhetőség kifejezés az nálam sok mindent takarhat, de azért nehéz úgy élhetővé tenni mondjuk egy, egy, egy országot, hogy közben mondjuk a szomszédaihoz képest ő, leszakad. És ez mindenképpen ugye a másik információ, amit mondtál a román bérekről, ez nagyon fontos, hogy az kár lenne eltagadni, ugye most volt a 20 éves uniós évfordulónk, hogy azért nagyon intenzíven felzárkoztunk, nagyon sokat nőtt nominálisan az embereknek a bére, a jövedelme, de hogyha összevetjük másokkal, lengyelekkel, románokkal, bizonyos mutatókban mondjuk a horvátokkal vagy a szlovákokkal, akkor mi azért nem hoztunk ki annyit, mint a környező országok. Én azt gondolom, hogy Magyarország összességében, és ez lehet, hogy egy elfogult vélemény, élhetőbb például, mint Románia, hiszen abban nem csak egy folyójövedelem van benne, hanem a korábbi 200 évnek a, a vagyonhatása, hogy mit örököltünk infrastruktúrában az emberek a, nem tudom, a szüleiktől, de azért mindenképpen figyelmeztető jel, hogy már többet keresnek a románok, különösen úgynevezett vásárlóerőparitáson, tehát, hogy mit tud venni a fizetéséből. Igen, mert Bocsánat, ugye Ujjás Gergely erről beszélt a tegnapi kormányinfón, vagy hát a csütörtöki kormányinfón, hogy hát bárki megnézheti, a nettó fizetése a magyaroknak, az magasabb, mint a románoké. Hát igen, viszont árakban nagyon dinamikusan érjük utol a nyugat-európai országokat, és hogyha az élhetőségnek a másik aspektusára megyünk, akkor Magyarország tényleg a, az utolsó. 5 abban a tekintetben, hogy például a születéskor várható élettartam mekkora, vagy az egészségben eltöltött évek száma mennyi például egy magyar embernek. Ebből a szempontból még továbbra is megvan egy nyugat-keleti lejtő, ami érdekes ebből a szempontból, hogy például a születéskor várható élettartamban a dél-európai országok is nagyon jók, annak ellenére, hogy például ő náluk a gazdasági teljesítmény ez annyira nem predestinálja vagy, vagy jelzi előre ezt. Úgyhogy az élhetőség kérdése az ennyi, ennél sokkal bonyolultabb, hogy most GDP, jövedelem vagy akár születéskor élettartamra élettartamra leszűkítsük. Úgyhogy ez egy nehezen megfogható, az eredeti kérdésedre válaszolva, ez egy nehezen megfogható ígéret, és valamit biztos fognak találni majd 2030-ra, amivel ezt alátámasztják, ami hát nem tudom, hogy mennyire lesz az emberek érzését, mennyire fogja megtalálni. De ha egy pillanatra még a bérekre visszaugorhatnék, ugye ez a bizonyos dolog, ami nekünk munkavállalóknak egyáltalán nem jó, hogy a magyar bérek hát korán sem kiemelkedőek, sőt bizonyos összehasonlításban hát kevesebbet érnek, Valójában ez maradt Magyarország legfőbb gazdasági vonzereje. Ezt egy olyan ábrán szokták mutatni, hogy egy munkavállaló mennyi GDP-t termel, és mennyibe kerül a munkáltatónak. És ez nagyon jól felrakható egy egyenes vonalra. A bolgárok keveset keresnek, de nem is termelnek olyan sokat. Nem tudom, az izlandiak sokat keresnek, és sokat is termelnek, meg a norvégok. És egy-két ország van, ami ebből valamelyik irányba kilóg. Aki sokat keres, ahhoz képest amennyit termel, az például a horvát meg a görög és aki viszont keveset keres ahhoz képest, hogy relatíve képzetten jól termel, az pont a szlovák, a magyar és a román, ami ugye hát egy befektetési döntésnél, hogy hol építsen valaki gyárat, ez egy pozitív szempont lehet. Nyilván munkavállalóként mi annak örülnénk, ha legalább a vonalon lennénk, és nem kevesebbet keresnénk ahhoz képest, mint amennyit termelünk. Ugye maradnék annyiban a gazdasági kérdéseknél, hogy az elmúlt hetekben sláger téma volt, hogy a költségvetési hiány az gyakorlatilag most már a, az egész éves hiányt sikerült elérni az év első néhány hónapjában. Hogy e tekintetében ti mire számítatok mondjuk akár a választások után? Ugye sok elemző, meg politikai megszólalás is azzal foglalkozik, hogy, hogy hát itt megszorítások fognak következni, és hogy ez mondjuk alapvetően meghatározhatja akár a ciklusátra levő részét 2026-ig. Ti hogy látjátok? Én biztos vagyok benne, hogy megszorítástól fognak következni, és abban is biztos vagyok, hogy nem így fogják hívni. Tehát ugye nagyon nehéz a költségvetés helyzete, már ugye szóba került az, hogy a magyarok sajnos rosszabbul élnek, nem fogyasztanak annyit, a költségvetésnek a legfontosabb bevétele az áfa, a forgalmi adó, ebből most kevesebb folyik be. Emellett van még két óriási tétel, amit nagyon nehezen kezel a kormány. Az egyik az a úgynevezett kamatköltség, tehát korábbi inflációnak megfelelő kamatot kell fizetni a lakosságnak. Egy normál évben a GDP 2%-a megy el kamatra, idén 4%. Ez is egy hatalmas ilyen mínuszt generáló elem. És akkor a harmadik ez a bizonyos rezsi, ami hát egy ilyen politikai kötelező alapvetése a kormánynak, hogy támogatjuk a rezsit. Bár egyébként ugye engedtek belőle az előző választás. Egyrészt engedtek is, másrészt most szerencsére nem olyan drága ugye az importált energia, úgyhogy nem kerül annyira sokba, de így is nagyon sokba kerül. És akkor ugye ebből a háromból hát óhatatlanul valamit csinálni kell, vagy kiadást csökkenteni, vagy bevételt növelni, és lehet, hogy majd azt fogjuk hallani, hogy nem kap semmilyen terhet a lakosság, csak megint a különböző szektorok, meg a kiskereskedelem, meg én nem tudom mi, de ez egy teljes naivitás, hogy ezt ne a lakosság fizesse meg. Tehát, ha nem tudom, mondjuk 4%-ra ugrik a kiskereskedemi adó, akkor az nem úgy lesz, hogy akkor onnantól veszteséggel termelnek a láncok, bár mindig ezt próbálják a kormányzati tisztviselők kérni vagy elvárni hanem akkor ezt valamilyen módon úgyis átterhelik a fogyasztókra, vagy közvetlenül, vagy ha mondjuk van egy hatósági áras termékcsoport, akkor más termékekben. Tehát ezt mi fogjuk megfizetni, de lehet, hogy nem azt fogjuk hallani, hogy nem tudom, milyen adó, hogy emelkedett, hanem az életünknek a költségei fognak drágulni. És ebbe jól beleilleszkedik az, hogy most ugye meg is indult az inflációnak a növekedése, hiszen az áfa bevételeket ez növelni fogja tudni. Úgyhogy hát alapvetően már az a hiány cél, amit, amit, már az elején előirányzott a kormány, az nem volt hát hihető, vagy, vagy nem látszott, hogy be tudja tartani. Korábbi években 7%, 6-7%-os költségvetési hiányjal most 2-3%-ra tették, és ugye ennek fogyasztották el a 92%-át. Úgyhogy azért itt még azért akad mozgástér, de a 2022-es osztogatáshoz mérten fogyasztotta el a költségvetési hiányát az államháztartás. És most ugye nem volt osztogatás. Ugye itt a évelején elköltött a költségvetési hiánynak a, a teljes, nem tudom, éves 000 tervezett 000. ütemét. Ez nem annyira meglepő. Tehát nagyon érdekes, hogy most, mert tényleg elég rossz a költségvetés helyzete, most jobban figyelünk erre, de amúgy a költségvetésnek van egy ilyen dinamikája, hogy az első hónapokban gyakorlatilag elköltjük az éves hiányt, és ugye bizonyos adók, amik az év végén tömbösítve jelennek meg, az rakja egyenesbe a, a, tervet. Tehát ettől még olyan nagyon nem kéne megijedni, inkább a mögöttes folyamatok olyanok most, ami miatt, ugye az említett extra hatások miatt tényleg nehéz a költségvetés idei éve, de önmagában a 92-93 százalék még nem is akkora meglepetés. Következő témánk felvezetőjének megnézzünk egy szót és utána erről fogunk beszélgetni. Ugye azt szokták mondani, hogy ahhoz, hogy Magyar Péter jó eredményt érjen el, ahhoz korábbi Fideszeseket is meg kell tudni szólítani. Én is a Fideszre szavaztam a múltkor. A Fideszre szavazták korábban? Igen, 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 mi az, ami miatt meggondoltad magad? Hát a lopás, a korrupció, Puskás Akadémia. Kis minden. És mi volt az, ami szimpatikus volt annól a Fideszben? Most, hogy azt mondod, hogy Fideszes voltál. Ez lehet, hogy fura lesz, de nekem a, a, a rezsicsökkentés. Az, az, azért sokat, ne, ne, tehát az én családomnak, meg nekünk ez sokat jelentett. Jobb oldali szavazó vagyok, alapvetően Fideszes szavazó. Ne egy pár éve azért már régóta gondolkodok, hogy valami kisebb változás bekövetkezhetne. És... Egy kiábrándult Fideszes vagy nem, nem, ezt nem mondanám. Milyen billegő? A Fidesz ö, a konzervatív értékeimet képviseli. Én nem kormánybuktatást szeretnék. Egyáltalán nem. Ö, csak legyen fék. A Fidesz szavazó voltam, de az utóbbi, legutóbbi választásoknál már tényleg úgy be, hogy elfordultam be, mert egész egyszerűen már nálam is ütötte a biztos nem egy dolog. Azért az ellenzék még mindig rosszabbnak ítélte? Igen, tehát azt, azt nem, azt semmiképpen. Azért szavaztunk a múltkor a Fideszre, mert nem akartuk a baloldalt azért szavaztunk, de most itt van a lehetőség, hogy se jobb, se bal. Na hát ugye a műsornak a, a fő kérdésköré is az a kiemrendult Fideszes mint jelenség, hogy Igazából onnan kezdeném, hogy maga, magához -e ez a kifejezés, ezt mit szóltak, ez mennyire ír le pontosan valamit, vagy ez mennyire egy ilyen jól hangzó, de, de nehezen, nehezen, nem tudom, ilyen tartalommal feltölthető toposzt. Mondom akkor talán kicsit konkrétabban, hogy, hogy nekem kicsit úgy hangzik ez, maga ez a kifejezés, hogy hát hogyha valaki egyszer mondjuk így a Fidesz táborába bekerült, akkor onnan utána nagyon nagy érzelmi munka kell ahhoz, hogy ő onnan kiábránduljon. Szóval nehéz onnan utána utána kijönni, hogy ti hogy látjátok ezt? Én alapvetően nem látom, most hát az az ellentmondás, ami, ami megvan, hogy vannak kiábrándult fideszesek, és mégis a, a Fidesz választásról választása 5% ponttal növeli a támogatottságát. Szerintem ez az ellentmondás megfér egymás mellett, hiszen a Fidesznek a kommunikációja 2008-tól kezdve, de lényegében 2015-től nagyon-nagyon erősen az értésemleges populista irányba tolódik, tehát direkt hangsúlyozom, hogy értésemlegesen használom ezt a kifejezést, nem abban a negatív konnotációban, amiben általában szokták akár a médiában. Ugye a populizmus az, amikor van valamilyen társadalmi vagy gazdasági elit, és akkor vele szemben a nép gyermeke, a nép egyszerű gyermeke majd, majd megvédi a, a, népet ettől a, ettől a gazdasági társadalmi elittől, és ez a kommunikáció egyértelműen az alacsonyabb társadalmi státuszúakat célozza meg a kommunikációval, Viszont azért láthattuk a 98-as, vagy akár a 2002-es Fidesznél, hogy azért a kommunikáció nem ezeket a társadalmi rétegeket célozta meg. Tehát, tehát hogyha, hogyha megnézzük, hogy például most Magyar Péter mikkel kommunikál, a polgári társadalom, vagy, a, vagy akár a technokrata réteg számára kommunikált, és ez, és ez két teljesen különböző társadalmi bázis, két teljesen különböző társadalmi csoportot célzott meg. Úgyhogy hát a kiábránult Fideszes, mint Toposz, az érdekes lenne az én számból, hogyha nem lenne hiteles, hiszen volt is a Telexen egy, egy cikk, amiben azt bizonygattam, hogy igenis létezik ilyen ilyen társadalmi csoportig kiábrándult Fideszes, ez pontosan azok a felsőfokú végzettségű rétegek, vagy magas társadalmi státuszúak, akik a polgári társadalom jelszava miatt szavaztak még 2010-ig vagy 2014-ig a Fidesz KDNP-re, de azóta már a populista szólamai miatt, vagy akár a különböző korrupciós botrányok miatt kiábrándultak, belőlük, és vagy nem mentek el szavazni, vagy akár az ellenzéki pártok közül a 2010 előtti kormányzattal nem kokettáló, vagy 2010 előtti kormányzattal nem együttműködő ellenzéki pártokra, akár az lmp re vagy akár a Jobbikra szavaztak, és azt azért láthattuk, hogy 2022-ben az ellenzéknek a vereségét nagy részt egy jelentős részben az, az okozta, hogy a 2018-as jobbik szavazói, akik között azért bőven voltak már magas társadalmi státuszúak és, és a polgáros Magyarországban hívő emberek, akik a Vona Gábor féle néppárti irányt támogatták, hogy ők mondjuk nem mentek el például szavazni, vagy akár elmentek mondjuk a Fidesz-KDNP-re leszavazni. Igen, szerintem a bejátszó nagyon jól mutatta, hogy ez a fogalom, hogy kiábrándult Fideszes, ez biztos, hogy létező. Az, hogy ebből milyen politikai aktivitás következik, hogy oldalt is tud váltani, esetleg keresi a helyét, vagy már kicsit rosszabb, vagy kisebb meggyőződéssel húzza be ugyanazt az X-et, ugye ez nagyon sokféle lehet. Én nekem erről van egy viszonylag jó mintám, én egy pesti egyházi gimnáziumba jártam, és nagyon jobban vagyok az osztálytársaimmal, és ugye ez egy olyan szavazóbázis, ahol biztosan nagyon sok fideszes szavazó volt, és látom, hogy vannak, akik továbbra is kifejezetten elkötelezettek, találkozom olyan, aki akár a mi hazánkig is, hát kvázi erősen megőrzi a jobboldali identitását, de a fidesz már van valami problémája, és viszonylag sokan, mondhatom, hogy számomra is meglepően sokan, amiatt, mert hogy a saját szakmájukba, a saját előre valami olyan kontraszelekcióba ütköztek, tehát egyre többen, többetnél érzem azt, hogy, hogy csalódottak. És hát ugye aztán az, hogy ebből a kiábrándult Fideszes, csak hogy még egy belterjes médiás példát mondjak, vannak olyan laptársaink, mondjuk a Magyar Hang vagy a Válasz, online, amelyek valószínűleg ilyen szavazókat szólítanak meg. Egykor a jobb oldalon ö, voltak meghatározó hangok, hogy ismételjen magamat, és a közönségük is vélhetően jobboldali, konzervatív, de már egyáltalán nem fideszes, hanem kritikus. És ugye a nagy kérdés az, hogy ez mekkora tömeg. Nekem erről még egy fogalom jut eszembe, egy angol fogalom, amit most mondjuk magyarul fogok mondani, ez az ékverő politizálás. Tehát ahogy mondtad, hogy vannak beábrándultak, kiábrándultak, a Fidesznek, mint a legerősebb politikai erőnek kifejezetten az az érdeke, hogy fenntartsa, ne legyen akkor átjárás, és ha olyan látszólag teljesen értelmetlen dolgokat javasolj, de javasol, pisiltessük meg a diákokat a drogteszt miatt, akkor lehet, hogy ő se gondolja ezt komolyan, de még jobban növeli azt az ellenállást, hogy még nehezebb váltani. Mert ugye a kritikus szavazó azt mondja, hogy na hát itt van a fasizmus, a másik oldalon meg olyan hangokat hall, hogy na ezek támogatnák a drogozást. Tehát valójában egy, egy idiotizmus mentén, de még jobban szétválnak az oldalak, még nehezebb az átjárás. Bizonyos szempontból nehéz kiábrándulni a Fideszből. Ugye mondtad ezt, hogy, hogy az a kérdés, hogy mekkora tömegről beszélünk, akik mondjuk elkezdenek kiábrándulni, és ugye a Tamás pedig arról beszélte, hogy ez a 10, de még 14-ben is mondjuk, akik a fidesz szavaztak. Most ugye jó néhány kutatás foglalkozik azzal, hogy, hogy mondjuk a 22-es 3 millió szavazóhoz képes vannak olyanok, amik már azt mutatják, hogy itt már 2 millió választóról van szó, szóval, hogy mondjuk akár az, az 1 millió ember, aki mondjuk tegyük fel, akik mondjuk lemorzsolódtak, Róluk mit lehet tudni ők ilyen demográfiai, vagy bármilyen ilyen statisztikai szempontból, hogyan lehet őket körülírni? Hát pontosat majd június 9-é. Vagy egyáltalán nem tudjuk ezt állítani. Ezt inkább akkor úgy mondom, hogy a mostani kutatásokban azért abban viszem a konszenzus van, hogy ilyen 2-2,2 milliót mondanak ugye a teljes népességen belüli Fidesz tábornak. Igen, tehát, tehát azt, azt látható, hogy, hogy azokon a helyeken csökken a Fidesznek a népszerűsége, ahol tényleg ez a technokrata, magas társadalmi státuszú, magasan, magas jövedelemmel rendelkező emberek laknak. Budai Villanegyed például ott 14, illetve 22 között nagy mértékben csökkent a fidesz kdmp nek a támogatottsága. Amúgy a érdekesség, hogy 98-ban, illetve 2002-ben az MDF-nek a szavazó táborát először ott vette át a, a Fidesz, és, és még a, amikor a legnagyobb vereséget szenvedték a fővárosban, akkor is el tudtak hozni kettő vagy három országgyűlési választókerületet e, ebben a térségben. Most már azért itt a, a, az ellenzéknek azon része, ami inkább a LMP vagy a Momentum, tehát, tehát, inkább ezek a szintén technokrata, de a magas társadalmi státuszúakat megszólító politikusok tudják ezeket a társadalmi csoportokat megszólítani, és és hát, hogy ennek mekkora a volumene, szerintem ezt még június 9-e után sem fogjuk látni. Ugye a Fideszre a legutóbbi európai parlamenti választáson is 1,8 millió ember szavazott, mivel ugye jóval alacsonyabb a választási részvétel az európai parlamenti választásokon. Nyilván most magasabb lesz a részvétel, mivel az önkormányzati választásokkal együtt lesz tartva ez a, ez a két választás, Úgyhogy, úgyhogy, mindenképpen magasabb lesz, de nyilvánvalóan el fog maradni attól a 70%-os részvételtől, mint ami az országgyűlési választások lesznek. De itt, itt, tennék egy ilyen kis történelmi kitekintést a tekintetben, hogy mikor alakult át nagyban legutóbb a választói magatartás, ez pedig 2006, illetve 2010 között a baloldalnak az összeomlásával, amikor azt látjuk, hogy 2006-ban még azért az MSZP-nek volt ö, ö, vidéken is ö, szavazóbázisa, ö, de 2010-re ez szinte teljes mértékben eltűnt, és, ö, és a Jobbik, illetve a Fidesz vette át ezeket a, ezeket a szavazókat, és a baloldal lényegében beszorult a megyei jogu, bizonyos megyei jogú városokba, illetve Budapestre. Az mit jel, bocsánat, hogy teljesen eltűnt? Van is egy térképünk, azt ö, lehet, hogyha be tudják adni a kollégák, akkor meg tudjuk nézni együtt is, hogy ö, hogy az mekkora, mekkora összeomlás jelentett mondjuk a vidéki térségekben, azt talán, hogyha igen. így láthatjuk, igen. Igen, hát itt ugye az látható, hogy, hogy, a járásokat kategorizáltuk be, a mentén, hogy, hogy 2002, illetve 2022 között hogyan alakultak a választási eredmények, és itt a lilával jelölt járásokban ott az látszódott, hogy 2006-ban még az MSZP-nek közel a szavazók közel fele támogatta a szocialista pártot, de 2010-ben ez lement 20% alá, tehát egy, egy 30% pontos masszív csökkenés figyelhető meg. Ezek tipikusan volt államszocialista időszakban vett iparterületek, a szegényebb térségei az országnak. Tehát az a, az a törésvonal elmélet, miszerint a baloldal képes megszólítani az alacsonyabb társadalmi státuszúakat, a jobb oldal pedig a magasabb társadalmi státuszokat. Ez mondjuk szörmentén valamennyire még 2006-ban még, még valamennyire így volt, hogyha a területiségét nézzük a választói magatartásnak, viszont ez 2010-re összeomlott, és a Jobbik például a Lilával jelölt járásokban érte el a támogatottságának a maximumát. Itt, 22%-ot ért el, míg ugye 16% volt az országos támogatottsága, és ez 2014-ben az fölment 30% környékére a Nemzeti Radikális Pártnál. Viszont az látható, hogy 2022-ben a Fidesz itt növekedett a legnagyobbat, tehát itt bőven 60% fölött volt már a támogatottsága a fidesz kdmp nek eh, ahhoz képest, hogy 2006-ban még ez 40 körül, vagy inkább az alatt volt. Bocsánat, még annyit szerintem az egy fontos kérdés, hogy itt ebben a baloldali összeomlásban, ebben az összedi beszéd, és a politikai krízis, vagy a 2008-9-es gazdasági válság, vagy egyszerűen a Fidesz váltott a politikáján, és ő kezdett el más kommunikálni, vagy. Tehát annyira radikális ez a változás, hogy szerintem az fontos megérteni, hogy itt milyen okok vezettek ehhez. Itt, itt, szerintem, itt szerintem mind a kettő. Tehát egyrészt a a politikai válság, az összödi beszéd 2006-ban az muníciót adott arra, hogy, hogy, a baloldali politika, vagy a baloldali politikusok, azok mért okozták mondjuk a, a gazdasági elégtelenségeket, és aztán jött 2008-as világválság, és az emberek a saját bőrükön is érezték ezt, hogy, hogy tehát a, tehát a szimbolikus, valóságban, a szimbolikus valóság találkozott lényegében a, 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 valóságos térérzékeléssel, vagy a valóságos érzékeléssel, ami a gazdaságban volt megtalálható, úgyhogy, úgyhogy, itt ráadásul ugye a jobbik, a nemzeti radikális pártok, azok nem csak Magyarországon, hanem, hanem amúgy Európában mindenhol, vagyis hát nagyon sok helyen sikeresen meg, tudják, meg tudták szólítani a globalizáció veszteseit azok, akik nem tudtak a gazdasági szerkezetváltásokkal együtt menni, és, és mondjuk jó állásokat kiharcolni ebben a postindustriális korban, ahol már nem a gyári munkás keresi a legtöbb pénzt, hanem sokkal inkább mondjuk a projektmenedzser egy, egy multinál. És, és ezeket, a, ezeket a rétegeket, például a jobbik, sikeresen megszólította azzal, hogy rákente különböző etnikai, csoportokra, hogy az ő hibájuk Ilyen. abban, hogy, hogy milyen, milyen helyzetben vannak ezek az emberek. Igen, ugye a 2006-osra kérdeztél rá, és remélem, hogy nem tévedek, de úgy emlékszem, ez volt ez a kampány, amikor a Fidesznek az volt a szlogánya, hogy rosszabbul élünk, mint négy éve. És valójában ez nem volt igaz. Tehát jobban éltünk 2006-ban, én azt a szlogent adtam volna, hogy jobban élünk, mint négy éve, de ez a kormány bűne, arra gondolok, hogy 2002 után ugye nem megalapozott jóléti intézkedések voltak, hatékonyság javulás nélküli béremelések. 2006-ban ott vagyunk még a pénzügyi válság előtt, az egész világgazdaság hatít és hasít, és mi 10%-os költségvetési hiányt csinálunk, osztogatunk, és hát ennek lett a következménye részben ugye az, ami hát a világválsággal még ráerősített, de volt egy magyar válság is, jött hozzá ugye az összödi beszéddel a politikai válság, Hát egy olyan mély repülésbe kezdett akkor az MSP, és hát, hogy is mondjam, egy ilyen régi korban már nem illik ennyire erősen véleményt foglalni, tehát viszonylag jogosan, mert nagyon rosszul kormányzott. Tehát nagyon sok össze-vissza intézkedés volt, és aztán nyilván most azoknál a hát elmaradottabb vagy alacsonyabb jövedelemmel rendelkező emberek által lakott térségben nyilván nem a nem tudom milyen költségvetési hiány hatott, de azok az emblematikus dolgok, hogy nem tudom, vizitdi, nehézségek, tehát ott tényleg elindult egy ilyen, egy ilyen mélyrepülés, és ugye szerintem ez az alapja annak, amit a másik kérdésed volt, hogy ez a 3 millióról 2 millióra talán lecsökkent Fidesz szavazótábor, hogy azért nagyon-nagyon, most azt akarom mondani, hogy mi a két millió, tehát ugye egyrészt nagyon sok olyan térség van az országban, hogy igazán nem élnek jól az emberek, de az, ami kevés van, az mindenki részben a propaganda hatására úgy könyveli el, hogy na ez a Fidesztől van, na ez a helyi hatalomtól van, amiben valami igazság van, például ugye a magasabb foglalkoztatás vagy a közmunka, valóban vannak eredmények, és akkor ott van a nagyváros, ami nem csak Budapest, de leginkább Budapest, ahol meg érdemben lehetnek kiábrándultak, és ott azt érzem, hogy megint ugye inkább csak ilyen személyes élményekből, hogy a Fidesz abban nagyon ügyes, hogy bizonyos közösségeket még mindig maga mellett tud tartani, hát elég sok vad, korrupciós, meg kommunikációs, meg mindenféle nemzetközi elszigetelődés, meg minden probléma után, és akkor ez lehet, hogy a sportvilága, akinek nem tudom, fontosabb az egyház, akinek fontosabb a határon túli magyarság, vagy nagycsaládos, és elindulna, és a lakás. Tehát vannak ilyen közösségek, akik még mindig kitartanak, pedig azért valójában ők is fanyalognak egy csomó kellemetlen dolog miatt, és hát azért vannak azok a polgárok, vagy függetlenebbek, vagy jómódúak, akiket Tamás is említett például ugye a budai kerületekbe, én ott érzem a legerősebben ezt az eltávolodást. És erről most közben mi kaptunk is egy, egy, térképet, amit remélhetőleg a nézők is látnak, miközben erről beszélgetünk, hogy ezt egy kicsit még, hogyha szétszárazzuk, hogy a Budapesten belül hogyan alakult a, a választói magatartás, mondjuk főleg így a Fideszhez képest. Igen, tehát hogyha valaki települési szinten néz rá, a választási eredményekre, akkor az látszódik, hogy mondjuk Budapesten nem változott semmi, hiszen 38, 39, 41 százalékos, tehát ilyen 3 százalékponton ponton belül változott a fidesz kdmp nek a támogatottsága az elmúlt három országgyűlési választások alkalmával. De hogyha ezt megnézzük szavazóköri szinten, akkor azért egy elég masszív átrendeződést láthatunk, ugye amire már korábban is utaltam, itt vannak a budai részek, a budai kerületek, ahol azért 10-20 pontos csökkenést figyelhető meg a fidesz KDMP 2014, illetve 22 közötti társadalmi támogatottságában, míg ugye például Budapest sem egységes abban, hogy nem minden utcában projektmenedzserek és nagyon-nagyon és jól kereső topmenedzserek élnek, hanem bőven akadnak itt azért a szegényebb rétegekből kikerülő emberek is, és azért például Csepelem, vagy akár Pesterzsébeten, vagy akár a tizedik kerületben is jellemző ezen társadalmi csoportoknak a magas aránya. Itt viszont masszívan növekszik, akár 10-20 pontos növekedést is láthatunk a fidesz KDMP támogatottságában. És, és, igen eltérő ezen két társadalmi csoportnak a mentén is a választói magatartása, hogy amúgy a részvételt hogyan befolyásolja míg a magas társadalmi státuszúak általában mindig elmennek választani, mert mert polgári kötelességüknek érzik, jobban informálódnak akár nem kampányidőszakban is a, a politikáról, addig mondjuk például a magas választási részvétel akkor valósul meg, amikor az alacsonyabb társadalmi státuszúak is elmennek, véleménynyilvánítanak, és ezáltal volt az, még korábban az a toposz, hogy a magas választási részvétel a baloldalnak kedvez. Igen, a baloldalnak kedvezett, amíg az alacsonyabb rétegeket a baloldal meg tudta szólítani. A magas választási részvétel mindig azoknak kedvez, aki éppen meg tudja szólítani az alacsonyabb társadalmi státuszúakat. 2022-ben ez egyértelműen a Fidesz-KDMP volt, így a magas választási részvétel az azt vetítette előre, hogy a Fidesz-KDMP fogja megnyerni a választásokat. Ez is történt. Igazániból itt a kérdés az, és szerintem azért is jó, hogy, hogy, itt, a, hogy itt a gazdasággal kezdtünk el foglalkozni, hogy, hogy azért az alacsonyabb társadalmi státuszú rétegek azért nagyon-nagyon gazdaságérzékenyek. Tehát ők érzik meg először azt, hogyha nincsen védőháló, ők érzik meg először azt, hogyha a gazdaságban nem megy jól valami, és azért Magyarországon ez a pénztárcájukkal szavaznak az emberek, nagyon-nagyon sokszor jelen van. Igazániból a nagy kérdés az az lesz, hogy lesz olyan politikai erő, aki majd képes megszólítani ezeket a társadalmi rétegeket azzal, hogy, hogy a fidesz KDMP kormányzására kenik a gazdasági nehézségeket. Ebben azért van bennem egy kicsi szkepszis, hogy ez sikerülni fog akár bárkinek, mert hogy, mert hogy és hogyha most átlapozunk egy másik térképre, a foglalkoztatottság bővülésre, akkor, akkor, pedig az az látszik, hogy lehet, hogy a, a, kormányzatnak a gazdaságpolitikája ugye egy kulcsos adó, vagy akár az otthonteremtési támogatások, azok főleg inkább a már jövedelemmel rendelkezők, vagy a magasabb társadalmi státuszúakat helyezik előtérbe, és, és nekik kedveznek, ezáltal megvalósítva egy ilyen perverz újraelosztást, amikor ugye felfelé osztunk vagy, vagy, felfelé áramlanak a, az állami transzferek, addig mondjuk a foglalkoztatás bővülés az igen erőteljesen a perifériás területeken ment végbe. Ezek tipikusan azok a területek, amiket lila színnel jelöltünk még az előző járási térképen, és ugye, hogyha a jelmagyarázatot megnézi valaki, akkor itt azért a 23 pont feletti foglalkoztatás bővülés se jellemezhető települések bőven akadnak. Magyarországon, így, így az embereknek az az élményük, hogy 2010 előtt nem volt munka, most meg van munka, és lehet, hogy mondjuk a régiós versenyben például nem keresnek jobban a szegényebbek, mint mondjuk akár a lengyelek mekkorát fejlődtek, vagy akár a Románia mekkorát fejlődött, de az a az az élmény a vidéki térségekben, hogy de legalább van munka. És hát meg valószínűleg, aki, aki ott él, el. az nem azt kezd el méricskelni, de ez lehet, hogy más szakmákra is igaz, tehát hogy az újságíró sem azt nézi, hogy Lengyelországban mennyivel jobban keres egy újságíró, hanem mondjuk a járságban is, hogyha ott valaki egy balacsonyabb társadalmi státuszban egy gyári munkás, akkor, akkor nem azzal hasonlítja össze, hogy Romániában milyen ez az élet színvonal mondjuk a, 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 az ő munkájában, hanem, hanem az, hogy ő saját maga öt évvel korábbihoz képest, egyébként most hogyan él. Igen, hát ebben 2010 és 2019 között lehetett egy folyamatos fejlődést tapasztalni. Én akkor sokszor azt mondtam a barátaimnak, hogy hát a Fidesz nem a propagandája miatt nyer, hanem annak ellenére. Tehát én nem gondolom azt, hogy mondjuk nem tudom, Budaörsön, vagy itt a, a környező településeken mindenki nem tudom, elvakult politikai, ideológus lenne, de az, hogyha egyen jobb autóra tudja cserélni, van egy jogfolytonos gazdaság, nő a fizetése, tehát van egy olyan olyan stabilitás. Van ugye egy ilyen érdekes elmélet, hogy egy ilyen nagyon hosszan hatalomban maradó pártnak, vagy elnöknek, vagy szultánnak, vagy bár, mi, mi az, ami a, a, a siker recept és akkor ilyen, há, ilyen háromszöget szoktak mondani, hogy erős karhatalom, intenzív propaganda, és viszonylagos jólét a, a, a népnek. És ugye ahhoz képest kell az egyiket fölcsavarni, hogy a másik lement. Tehát Magyarország abban a relatíve szerencsés helyzetben van, hogy ez az erős, nem tudom, karhatalom, ez nem azt jelenti, hogy itt a, nem tudom, véres események lennének. Lehet, hogy mondjuk a munkahelybiztonság posztolsz valamit és elveszed. Valami lehet, hogy ebből is átjön. Hát a propagandát azt ugye csúcsra járatjuk, azt ismerjük. És nagyon sokáig ez a relatív jólét, akár korábban a Kádár rendszerben, most az Orbán rendszerben is, Azért ez egy nagyon nagy erőt vagy támaszt adott a, a, a hatalomnak, és akkor 2022-ben, amikor már bejött ugye először a COVID, aztán már egy, egy kicsit ugye az infláció, egy kicsit a, a jólétnek a csökkenése, sokan azt gondolták, hogy na hát akkor itt léket kapott a dolog. És akkor itt lehet azt elemezni, hogy miért nem kapott egyáltalán léket ugye a Fidesznek a népszerűsége, hogy ez már a propaganda hatása, vagy az alternatíva hiánya, vagy rosszabbat várnának egy, egy váltástól az emberek. Tehát azt én nem gondolom, hogy most igazán azt éreznék az elmúlt két évben Magyarország legtöbb részén, hogy, hogy, hogy előre megyünk, hogy jobban élünk. Lehet, hogy nyilván ez egy tök szubjektív, meg egyedi dolog, de összességében ez biztos, hogy nem igaz. De mégis valahogyan azért azt gondolom, hogy, hogy megmaradt egy ilyen, egy ilyen stabilitás, aminek a legfontosabb eleme egyébként, teljesen egyetértek Tamással, az, hogy amíg az embereknek van munkája, és ugye Magyarország még mindig egy, egy, egy munkaerőhiányos, egy vendégmunkásokat importáló ország, addig azért van egy olyan bázisbiztonság, amikor azért nagyon nem tudsz megcsúszni, nagyon akkor tudsz megcsúszni, ha nincs munkád ha hitelcsapdába kerülsz, ez most kevesebb embert érint, hála a jó Hát ugye a legutóbbi, csak hogy a, beszéltél arról, hogy milyen az általános hangulat, ugye a legutóbbi medien azt hozta ki, hogy ilyen 40% körül vannak azok, akik egy következő választáson inkább azt szeretnék, hogy maradjon a Fidesz, és 50% akik pedig kormányváltást szeretné, és nyilván ilyenkor mindig az a kérdés, hogy van-e olyan politikai erő, aki be tudja csatornázni ezt a picit nagyobb elégedetlenséget az elégedettséghez képes. Még arra akartam rákérdezni, hogy ahhoz képest, amit ugye te is mondtál, Tamás, hogy megyre a pénztárcájukkal szavaznak az emberek, és ha van egy ilyen alapvető, nehéz gazdasági környezet, amit akár a költségvetési hiány, újra növő infláció, stb. lehet uh, említeni, ahhoz képest ugye egyik politikai erő sem annyira ezt, ezeket a kérdéseket tűzdi zász le erre. Tehát a Fidesznek a szlogenje -ja ez a no migration, no gender, no war, de az ellenzék részéről sem annyira azt látni, akár még Magyar Péter részéről sem, hogy, hogy ő kifejezetten a megéltési kérdéseket helyezni előtérben. Vagy igen, úgy látom, hogy neked az más véleményed. Van. Hát szerintem Magyar Péter mindenre elő, ami, ami a eddig felmerült a Fidesz-KDMP-vel kapcsolatos kritikaként. Úgyhogy, és, és amúgy szerintem megélhetési kérdéseket is boncolgat. Ugye a 40 ezer milliárd. Dos eus támogatásnak az idejövése, és továbbra is az egyik legszegényebb ország maradunk, talán valamilyen ez, a, ez az egyik ilyen szlogenje, amit mindig elmond a, azon a platós teherautón. Úgyhogy, úgyhogy itt szerintem azért, azért ő használja, még például Dobre, Dobrev Klára is ugye az európai minimálbért hangoztatja kíváncsiak leszünk, hogy a, hogy a kampány időszakban ez, ez felerősödik-e. Én amúgy úgy azt gondolom, hogy, hogy továbbra is egy, egy masszív társadalmi csoport van, aki lehet, hogy most rosszabbul él, mint mondjuk két éve vagy három éve, de továbbra is sokkal jobban él mint mondjuk élt 2010 előtt és azért ennyire azért nem feledékeny a, a, választópolgár, így, így azért hosszabb időnek kell ahhoz gazdasági recesszióban, vagy akár amire már itt utaltunk, hogy, hogy a munkanélküliségi ráta még nem kezd el mondjuk növekedni, tehát amíg az embereknek lehet, hogy rosszabbul élnek, de még mindig van munkahelyük, addig, addig én ilyen hatalmas átrendeződést nem várok, de a, és akkor most ellen mondok egy kicsit önmagamnak, hogy Magyar Péternek a megjelenése, és ez az elképesztő hype, ami most körülötte van, viszont ez, ez, annak tudható be, hogy viszont van egy elég jelentős elégedetlenség az ellenzéki pártokkal elsősorban, mert én, én Magyar Péter megjelenését nem a Fidesz válságának érzem, elsősorban az ellenzék válságának érzem, hogy volt egy elégedetlenség a fidesz szemben, és az ellenzéki szavazó ott volt, hogy jó, akkor most leszeretném váltani a kormányzatot, de hát ezekre, akik 2022-ben, ez most, ez most, nem az én értékítéletem, még mielőtt bármelyik ellenzéki szereplő megsértődik, de hogy, de hogy volt, ez a, volt ez az ellenzéki szavazóban, Lévő élmény, hogy, hogy akkor ők, ők most szeretnének valamilyen változást elérni, de hogy nem találtak szereplőket erre, és a magyar Péternek ez, a, ez az elképesztően nagy felfutása azt szerintem ennek is tudható be, hogy vannak olyan társadalmi csoportok, akik már érzik a pénztárcájukon és érzik mondjuk a, a rossz gazdasági helyzetben lévő folyamatokat, és keresnek egy olyan politikai alternatívát, akik eddig nem okoztak mondjuk négy-két harmadot a Fidesznek. Igen, szerintem ebbe az a nagyon nehéz, hogy az ellenzéki pártoknak nem nagyon maradt tere gazdasági üzenetekkel élni. 2022-ben megpróbálták, de ha emlékeztek, hogy milyen üzenetek voltak, nem nagyon érték el a tömegeket. De mit lehet mondani? újra vizsgáljuk Pax 2-t, újra kinyitjuk a deviza hitel megnézzük, hogy fizessenek a gazdagok, megnézzük, hogy az egy kulcsos adó helyett nem lehetne -e több adót bevezetni. De hát most azért ezek közül melyik az, ami egy embert hát úgy, úgy érdezi, hogy most neki attól attól, attól jobb lesz. Azt mégse ígérhetik, hogy még alacsonyabb lesz a rezsé, hát ez teljesen hiteltelen lenne, hogyha rákontráznának a Fidesznek. Hát azt a... mondták, hogy megvédik a rezsicsökkentést, hát tehát hogy nem, igen, az, az nem hogy fognak hozzányúlni. Igen, az, nem, az, egy olyan politikai sikerrecept lehet, miközben egy elég kártékony, vagy egy rossz hatékonyságú intézkedés, az, hogy nem ösztönöz eléggé energiatakarékosságra, vagy legalábbis a mértékében mindenképpen kártékony. De azok a cizellált üzenetek, amiket valójában meg kéne fogalmazni, hogy az állam több teret ad a innovációnak, hogy nem bizalmi alapon, hanem kiválósági alapon választunk, nem tudom, pályázati győzteseket, ezekkel nehéz választást nyerni. De nem nagyon van olyan egyszerű gazdasági üzenet, hiszen a közvetlen adók, egyedül a forgalmi adót leszámítva, kifejezetten alacsonyak Magyarországon. Személyi jövedelemadó, nyerességadó. Tehát nehéz mit ígérni, mert amit ígérni kéne, hogy ne legyen ez a kézi vezérlés, ez a szabályozási düh, ez a mindenbe beleavatkozunk, hát ezekkel nem lehet választást nyerni. Egy záró kérdésre maradt még idő a mai műsorban. A Mediánnak a néhány nappal ezelőtti kutatása az azt mutatta, hogy a Magyar Péternek a szavazótábora az ilyen 13%-ban jöttek azok, akik korábban Fideszre szavaztak. Hogy ti hogy látjátok, érzékelitek, mi a benyomásotok, hogy ez lehet akár egy nagyobb szám is, vagy merő magában már ez is egy ilyen kiugró adat, hogy ennyien átpártoltak rögtön egy másik párthoz? Én ennél nagyobb számra számítok. Nyilván szerintem pontos számot június 9-én sem fogunk tudni mondani, akár kutatási adatokból sem feltétlenül, mert ahogy ezt a, akár a kutatók is elmondják, hogy azért ezek, ez a számokhoz mindig hozzá kell rakni, hogy milyen bizonytalanság van, hogy a válaszadási visszautasításnak a magas aránya az, az hogyan befolyásolja ezeket a közvénykutatási adatokat. Ettől függetlenül az, hogy, hogy Magyar Péter nem csak a már meglévő ellenzéki tortából szelt ki magának még egy szeletet, hanem tudta növelni lényegében ezt a hát teoretikusan meglévő ellenzéki, tortát, mert ez, ez, már nálunk így a választási földrajz berkein belül már, már, már egy régi toposz, hogy mint olyan, hogy ellenzék lényegében nincs, és, és kár is erről beszélni. Vannak ellenzéki szereplők, akik nem fidesz kdmp hez köthetők, és most nagyon úgy tűnik, hogy, hogy kizárólag a Magyar Péter képes arra, hogy a Fidesznek a szavazó táborából megszólítani szavazókat, és, és akár arra is bíztatni, hogy, hogy ráadják le a voksokat. Csak még visszatérve ez az ellenzéki toposzhoz, hogy, hogy, hogy tényleg vannak azok a pártok, akik 22-ben összefogtak ugye ez a hat párt, közülük három fog egy listán indulni, a másik három az nem feltétlenül biztos, hogy például bejut az Európai Parlamenti Patkóba, ott van a kutyapárt, ott van a mi hazánk, és ott van ugye a tiszapárt is. Úgyhogy, úgyhogy, szerintem ez egy rendkívül színes társaság, amit most ellenzékinek szoktunk mondani, és ráadásul, amit ellenzéki, hagyományos ellenzéki nagy tömnek szoktunk hívni, az pedig ilyen 20% között mérik, de továbbra is azt mondom, hogy a közvénykutatásokkal óvatosan, és inkább a trendek azok érdekesek ezekből a számokból. A, legalábbis azokat érdemes figyelni. Igen, szerintem ez egy nagyon nagy szám. Tehát engem bizonyos szempontból meg is lepett, amikor, amikor mondtad, és szerintem azt tükrözi jól, hogy hosszú idő után talán sikerül egy politikusnak, vagy egy leendő politikusnak ö, megszabadulni azoktól a, a mondjuk békjóktól, amiket az ellenzéki pártok ö, mindig megkaptak, és hát korábban ö, már szóba hoztam olyan, hát ilyen, nem tudom, köröket, ahol a Fidesz nagyon sikeres, tehát, hogy sport, erősen magyar érzelmű, konzervatív, jobboldali, nem, mindenféle ilyesmi. Hát ugye Magyar Péterre nem lehet azt mondani, hogy Gyurcsány, nem lehet azt mondani, hogy ne szeretné a focit, mert fociznak a fiai, nem lehet azt mondani, hogy ne lenne neki fontos a magyar zászló. Tehát lehet, hogy az a sok kritikai észrevétel, ami azért összegyűlhet egy emberben, amikor lát egy ilyen, nem tudom, nemzeti konzultációs kérdőívet, vagy azt, hogy mindig egyedül megyünk szembe az Unióba az autópályán, az, de közben vannak olyan értékei, amit eddig inkább a Fidesznél érzett úgy, hogy nincs annyira veszélybe. Ha valakinél, aki ugyan, hát olyan nagyon sok mindent még nem bizonyított, vagy nem ismerjük annyira a csapatát, vagy nem, Mégis, hogyha azt látja, hogy ezek nem sérülnek annyira, úgy látszik, akkor ez akár valóban az úgynevezett kiábrándult fideszesek számára is vonzó lehet. Nyilván majd a választáson derül ki, hogy ez a bizonyos felmérés ez mennyire megalapozott, de hát azért nekem meglepően nagy szám az, hogyha tényleg meg, megmozdítható ez a rendkívül masszívnak tűnő fideszes szavazói tömb. Igen, hát, hogy mindig szokás mondani, hogy a legjobb közelménykutatás az maga a választás, úgyhogy majd meglátjuk június 9-én, hogy alakul. Várunk titeket vissza utána, és Brückner Gergő és Kovácsik Tamás, nagyon köszönjük, hogy itt voltatok és válaszoltak a kérdéseinkre. Mi Köszönöm, köszönjük szépen. Nézőinknek pedig köszönjük a figyelmet, ha több ilyen stúdiós beszélgetés szeretnétek látni, akkor támogassátok rendszeresen a Telexet, és iratkozzatok fel a csatornánkra is. Sziasztok! Egy online újság életében az egy óriási dolog, hogy mi most már stúdiós műsorokat is készítünk. A mosolyok után álmodtunk egy nagyot, és arra jutottunk, hogy a választási kampányban nem két heti rendszerességgel, hanem heti két adással fogunk jelentkezni, hogy még jobban be tudjuk mutatni a politikai folyamatokat Magyarországon. Nagyon fontos elmondani, hogy ezekben a műsorokban ugyan én látszom, meg én ülök bent a stúdióban, de rengeteg embernek a háttérmunkája szükséges hozzá, hogy egy ilyen adás kompletten össze tudjon állni. Ugye ahhoz, hogy mi egy online újságként ilyen sok erőforrást igény, műsorokat tudjunk készíteni, ahhoz az kell, hogy minél többen lehetőleg rendszeresen támogassák a munkánkat. Legyél a rendszeres támogatónk, tarts fent te is a telexet, legyen Magyarország legnagyobb közösségi újságja mindenkié!